Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol szeretném nektek megmutatni azt a bizonyos sminket, amiről nagyon sokat beszéltünk már, a legegyszerűbb, legminimálabb verziót, ami nálam működik igazából, ilyen mindennapi, picit szépítő smink, de egyébként szinte semmi. Egy igazi no make-up, make-up look. Viszont mielőtt belekezdenénk, szeretnélek titeket update-elni bőr téren, ugyanis nagyon sokan írtatok, és elnézést kérek, hogy ilyen sokáig tartott. Voltam ugye a bőrgyógyásznál, amiről beszéltünk, és az eredeti elképzelésem az volt, hogy izotretinoin krémet szeretnék kenni. Ahogy tudjátok, én karantén elején elkezdtem a retinol utacskámat, és igazából egészen jól mostanra fel is építettem. Többfajta retinolt használtam, mind összetevőben, mind erősségben, egészen kibővítettem a kis palettámat. És úgy gondoltam, hogy most, hogy betöltöttem a 25-öt, eljött az ideje annak, hogy akkor tretinoinra próbáljak megváltani. Nem biztos, hogy működni fog, de azért próbáljuk meg, mert ha igen, akkor az egy... Hülyén hangzik, de egy menő dolog is lenne, meg egyébként egészen hasznos a jövőre nézve. És tudjátok, hogy annak ellenére, hogy levették a Jadest, és nagyjából rendeződni látszik a hormonrendszerem, csak vannak pattanásaim olyan helyeken, ami hormonális dolgokra utal, de egyébként elvétve teljesen normális hétköznapi pattanások is, tök mindegy, nem az a lényeg, kezdek megint egy kicsit elkalandozni. Szerettem volna elkezdeni a tretinoint. Ez a fő üzenete a bőrgyógyászos sztorinak. És amikor elmentem a Csajszihoz, elképesztően jó fejdoktornőt. Nem mondom, hogy találtam, mert Barbie ajánlotta. Nagyon-nagyon jó választás volt. És nagyon cuki volt, mondta, hogy ért mindent, és látja, hogy benne vagyok a dologba, de mit szólnék hozzá, hogyha nem kenném, hanem szedném az izotretinoint. És mondtam neki, hogy nem gondoltam rá, de hogyha ő úgy látja, hogy ez lenne a jobb megoldás, akkor igazából rábeszélhető vagyok. Egyszer én már szedtem akkor roakutan formában, most inerta formában szedem. Ekkor voltam a bőrgyógyásznál, nem tudom, hogy mennyi ideje, 2 hete, 3 hete körülbelül. Ha megnézitek, így néz ki jelenleg az arcom. Nagyon sokan írtátok, hogy elképesztően sokat javult, és nagyon szép, és hogy mondjam el, hogy mit csinálok. Ezt csinálom, izotretinoin szedek. A nyakam környékén is elkezdett igazából alakulni a helyzet, ami miatt mondta a doktornő, hogy jó lenne, ha szedném. Nem mindig, inkább azt mondom, hogy ritkán, azért mellkason is előfordult egy-két kis pati, nagyon ritkán a hátamon is, úgyhogy azt mondta, hogy az a biztos, tavaszig szedek gyógyszerformába, utána elkezdhetem kenni, mert nyilván a krémverziót csak az arcomra kenném, úgyhogy az csak ott fejtené ki a hatását, ez pedig belülről lepucva. Talán ez egy egész jó szó rá. Úgyhogy jelenleg így néz ki az arcom, az egyetlen egy dolog felfrissült az emlékezetem, amivel nekem volt problémám annó is, amikor a roakutan szedtem, elképesztően érzékeny lesz tőle a bőröm, ami azt jelenti, hogy ha egy picit hidegebb vagy melegebb van, akkor olyan szinten bedurran ezen a részen, hogy azt elképzelni nem tudjátok. Most is lehet látni, hogy egy picit melegebb van itt bent, úgyhogy elkezdett kipirosodni. Beszereztem már az új krémeket, amik sokkal-sokkal táplálóbbak és testesebbek, mint amiket eddig kentem. Nagyon lecsökkentettem az aktív használatot, igazából szinte azt lehet mondani, hogy nem is használom, és nagyon odafigyelek a naptej kenésére, ugyanis ez az egyik legfontosabb dolog, hogyha bármiféle formában izotretinoint alkalmaztok, vagy fogyasztotok, vagy kentek, vagy bármi, ez egyébként retinolnál is működik, nagyon-nagyon oda kell figyelni a fényvédelemre. Ami nem elfelejtendő, hogy a szájon is, ugyanis az első hét után jöttem rá, hogy jó lenne, hogyha fényvédős ajakbalzsamot kennék, mert egy teljesen hétköznapi napon úgy leégett a szám, hogy azt hittem, hogy meg fogok halni nap végére. Úgyhogy jelenleg azt hiszem, hogy ennyi így a bőr update. Nyilván foglak titeket menet közben még tájékoztatni, meg látni is fogjátok, hogy hogy alakul. Igyekszem Instára is egész sok smink nélküli képet posztolni, ha nem is feltétlenül posztba, de sztoriba rendszeresen láttok smink nélkül, meg természetesen itt is a csatornámon, mint eddig is, akár volt pattanásom, akár nem, smink nélkül is megjelenek. Nagy részben inkább smink nélkül jelenek meg, úgyhogy
Ezt látni fogjátok, amire nagyon kíváncsi vagyok, mert eszembe jutott, hogy egy éve valamikor lett ez nagyon nagy trend TikTokon, hogy mutogatták az emberek, izotretinoin és az orr kisebbedés kapcsolata. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és alig várom, hogy a végére érjek a doboz inártámnak, hogy megcsinálhassam az előtte-utána képet. Nem tudom, hogy ez valós dolog-e, hogy összemegy az orrod az izotretinointól, vagy nem, de nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy mindenképpen arról is foglak tájékoztatni titeket. És most, hogy ezt elmondtam és beszélgettünk egy nagyot, kezdjünk bele a sminkbe. Egyetlen egy problémám van, hogy az a BB-krém, amit kerestem, a Dr. Irena Eris-es BB-krémem, eltűnt, felszívódott, nem tudom, hogy hol van, nem találom. Nincsen, de megmutatom nektek, hogy mik azok, amik itt vannak nálam, és igazából attól függően, hogy milyen színű vagyok éppen, ez természetesen önbarnítót jelent, használom őket. A kedvencem, ami a top, az IT Cosmetics-nek a CC Plus Nude Glow-ja, ez egy elképesztően jó CC krém, kicsit erősebb fedéssel, de közel sem alapozó fedés. Van egy Douglas-os Skin Augmentation Foundation, ami CC krém, nem alapozó, közel sem, ez sem, viszont ezt is nagyon szeretem, de ez is elképesztően sötét, sajnos. A másik, ami nagy kedvenc, Urban Decay, ez a Stay Naked Hydro Maniac CC szerintem ez. Tinted Glow Hydrator. Tehát se CC, se BB, de a lényeg az, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó opció. Ezen kívül ez elképesztően régről van meg, ez egy karajás BB White Secret Touch BB krém. De hogy próbáljak a legelérhetőbb és pénztárca barátabb lenni, amit ma fogunk használni, az a L'Oréal-nak a BB Sess Magic BB krémje, ez tudjátok, ugyanolyan, mint a karajás, a kis fehér, és amikor elkenitek a bőrötökön változik át arra a színre, ami a bőrötök nyilván. Ez egy nagyon-nagyon kis lightos BB krém, és ezzel szeretném nektek megmutatni, hogy mi a no makeup makeup rutinom, úgyhogy kezdjünk is bele. Jelenleg természetes fénynél videózok, ugyanis még csak 3 óra, és elképzelésem sincs, hogy milyen. Amit tudni kell, hogy elég lusta vagyok mostanában. Valaki ki is emelte nekem instán privátba, hogy nem csinálok már olyan nagy sminkeket, mint régebben, és el kell, hogy mondjam, hogy egy az, hogy egyébként se érzem úgy, hogy olyan nagy sminkeket szeretnék csinálni, de hogy egyébként lusta is vagyok nagy sminkeket csinálni. Úgyhogy ezt egy kicsit szívre vettem, és ezután, a videó után valószínű, hogy fel fogok venni pár kicsit komolyabb sminkes videót, hogy megerősítsem magam, hogy még megy egyébként, csak azért nem csinálom, mert nincs kedvem hozzá. De amikor ezeket a sminkeket csinálom, arra törekszem, hogy a legkevesebb energiával, eszközzel végre lehessen hajtani a dolgokat, úgyhogy az alapozó felvitelt, a BB krém felvitelét 100%-ban kézzel szoktam csinálni. Ti kérdeztétek, úgyhogy ne ítélkezzetek. Általában a tenyerembe szoktam kinyomni. Most ennyi sikerült. Egyébként nem olyan sok, csak soknak tűnik kinyomva, de eloszlattam az egész tenyeremen, és nem biztos, hogy színbe a legjobb lesz. Elkezdem felvinni a bőrömre. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Ami miatt nagyon szeretem a tenyerembe nyomni, ezt láttátok az előbb, az, hogy a nyakadon szépen el legyen dolgozva, és gyors is legyél, szerintem ahhoz ez a legjobb megoldás, mert egészen fel tud feküdni a tenyered a nyakfelületre, egészen fel a fül mögé, hogy itt se legyen igazából, és a füledre rá tudsz menni ugyanúgy, úgyhogy igen, lusta vagyok, nagyon szépen fel lehet így vinni, és még elképesztően gyors is, tehát nálam ez egy win-win. Ezután azért ajánlott egy kicsit közelebb hajolni valami tükörhöz, hogy megnézzétek, hogy szépen eldolgoztatok-e mindent, de így első ránézésre nekem rendben van. Megpróbálom megmutatni nektek is, hogy ez ennyit tud.
Szóval ez így, amit láttok, ez egy réteg BB krém. Ha véletlen valakinek több bőr problémája van, szeretném megmutatni, hogy ilyenkor jön egy korrektor, amivel ahol, most tegyük fel, hogy itt, meg itt van egy-egy pattanásotok, akkor felteszitek rá. Én általában várni szoktam egy kicsit, mert ha hagyjátok, hogy megszáradjon, akár az alapozó, akár a korrektor egy kicsit, akkor sokkal jobb a fedése, de a lényeg az, hogy szépen az ujjatokkal elkezditek eldolgozgatni, egészen addig, míg a megfelelő fedést nem kapjátok, amit szeretnétek. Valahogy így viszont, mivel ez egy no make-up make-up look, nem igazán szokott érdekelni, hogyha pár helyen a kis foltok átlátszódnak, vagy egy-egy kis heg jobban látható, teljesen oké. Okay. Felőlem. Ezután jön egy szemöldök, amihez ugyanúgy jelenleg Bell Hypoallergen Long and Volume szempillaspirált használom. Így néz ki, mutatom, ha valakit érdekel. És csak nagyon egyszerűen átfésülöm kicsit. Arra próbálok figyelni, hogy felfele fésüljem, hogy egy liftet azért adjak a szemöldökömnek. Jó felemás. Na most, ha megnézitek, nekem itt van egy elég lyukas rész, ugyanúgy, mint itt alul. Attól függ, hogy mennyi időm van, vagy mennyit szeretnék rászánni, kitölthetitek. Pont most kérdezte valaki privátban, hogy milyen tollat használok. Igazából csak és kizárólag a NYX-nek, a Lift & Snatch tollait használom szemöldökre. Most nem találom a világosabb verziót se, mert miért találnám. De ilyenkor, ha no make-up make-upot csinálok, mindig minél világosabb színekkel próbálok dolgozni. A szemöldökömet se emelem túlságosan ki, nem viszek fel második, harmadik réteget ebből sem. És valószínű, hogy ha bele is töltenék, jobb lenne a világosabbal. Az a szerencse, hogy kezd már kifogyni. Úgyhogy meg tudom mutatni, hogy csak oda, ahol tényleg nagyon lyukas. Nem tudok beszélni és megcsinálni is egyszerre. Csak alulra betöltök egy kicsit. Se előre, se a tetejére, csak oda, ahol extrém hiányos. Ezzel kész is van a szemöldököm. És őszintén megmondom, hogy nagyon sokszor van, hogy ennyivel én el is indulok itthonról, ugyanis ennek az a lényege, hogy no make-up legyen. Viszont ha tovább szeretném vinni, akkor ugyanazzal a szempillaspirállal, a barnával, amivel a szemöldökömet csinálom, szoktam a felső szempillaimat kispirálozni, de csak a felsőt, és ilyenkor soha nem göndörítek rá. Nem is megyek be túlságosan a tövébe, csak egy nagyon picit átfésülöm. Egy valami van, amifele el szoktam csábulni, és az nem más, mint egy kis pirosító. Most már nem biztos, hogy kelleni fog, de általában erre a részre fel szoktam tenni egy kicsit. Egy kicsit egészségesebb hatást ad, és olyan kis bájos. Utolsó lépésbe pedig egy színezett hidratáló, ami ezeket nagyon szeretem, ezt pont most vettem egy kicsit sötétebb árnyalatban, ez a Catrice-nek Powerful 5, de akár, ez egy teljesen no-name, azt hiszem Szlovákiába vettük Barbie-val egy ilyen kis szájfényes verzió is. Lehet teljesen jó. Ez egy kicsit világos. Semmi szájceruza, semmi rúzs, csak egy színezett hidratáló. És igazából ennyi, amikor mondtam, hogy nagyon-nagyon minimál, extrém gyors, és tényleg szinte semmi nem kell hozzá, ennyi az egész. Így szoktam lenni, ups, ha nem teljesen smink nélkül vagyok, akkor az esetek 90%-ában így szoktam
lenni itthon, a városba, stb. Stb. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy megkaptátok a válaszokat, amiket kerestetek. Jöhetnek a kérések, kérdések, hogy milyen sminkes videókat szeretnétek látni. Valószínű, hogy még a mai napon felveszem a piros rúzsosat, illetve van egy kis meglepetésem is a számotokra, amit az elkövetkezendő napokban fogtok látni. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Csekkoljátok le a TikTokomat és az Instámat is, leteszem nektek mind a kettőt a leírásban, és a következőben találkozunk. Sziasztok!